nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A Máté evangéliumból fogok egy történetet felolvasni, a Máté evangélium 20. fejezetből. Máté evangélium a 20. fejezetből a első verstől fogom olvasni a történetet. Tehát Máté 20. rész első verstől olvasom. Isten királysága hasonló ehhez. Egyszer egy szőlős gazda korán reggel kiment, hogy napszámosokat fogadjon a szőlőjébe. Megegyezett velük egy dénár napszámban, majd kiküldte őket a szőlőjébe dolgozni. Reggel kilenc óra körül ismét kiment a piactérre, és látott néhány férfit, akik tétlenül áldogáltak. Ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megkapjátok. Azok el is mentek délben, majd három óra körül ismét kiment, és újabb munkásokat fogadott fel, akiket szintén kiküldött a szőlőjébe dolgozni. Amikor délután öt óra körül kiment a piasztérre, megint találtott munkanélkül lézengőket, és megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt tétlenül egész nap? Mert még senki nem fogadott fel bennünket, felelték. Menjetek ti is a szőlőmbe dolgozni, mondta nekik. Amikor beesteledett, a szőlős gazda szólt a munkások vezetőjének. Hívd ide a munkásokat, és fizes ki a bérüket. Az utolsókkal kezd, és az elsőket fizes ki utoljára. Először jöttek azok, akik csak öt óra körül kezdték a munkát. Mindegyikük egyet dénárt kapott. Amikor az elsők következtek, azt remélték, hogy ők majd többet kapnak, de ők is csak egyet dénárt kaptak. Amikor átvették a bérüket, Miltatlankodva mondták a gazdának. Akik utoljára jöttek, azok csak egy órát dolgoztak. Te azonban ugyanúgy bánt el velük, mint velünk, pedig mi egész nap keményen dolgoztunk a forró napon. Ő így felelt egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan hozzád, nem abban egyeztünk meg, hogy egy dénára napszám. Fogd a béred és menj. Ennek az utolsóként érkezett munkásnak is ugyanannyit akarok adni, mint neked. Vagy talán nincs jogom azt tenni a saját pénzemmel, amit akarok. Azért nézed ezt rossz szemmel és irigykedve, mert én nagylelkű vagyok hozzájuk. Így lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók. Eddig a történet. Hát ez egy újabb példa, egy újabb példázat az Isten királyságáról. Jézus úgy kezdi, hogy Isten királysága, vagy Isten országa, hasonló ehhez. Itt szőlős gazda munkásokat keresett a szőlőjébe, már korán reggel kiment, hogy napszámosokat fogadjon. És megegyezett velük egy dénár napszámba, majd kiküldte őket a szőlőjébe dolgozni. És aztán újra kiment, kilenc óra körül, aztán délbe, és így tovább. És aztán kiment még egyszer, Munkásokat keresni egy órával a munka befejezte előtt, tehát este hat óra előtt. És az az igazság, hogy nem emlékszek arra, hogy valaha is beszéltem volna erről a történetről, komolyan mondom, sok éve ismerem, sok éve olvasom, és most valahogy kinyílt előttem ez a történet, és azt szeretném nektek elmondani, hogy mi az, amit megnyertem belőle azon kezdtem el gondolkodni, ami már úgy nagyon sokszor és sokszor elmondtam már nektek, hogy az Isten hogyan hívja el az embert, és hogyan jutalmazza meg az embert. És az első, amit észrevettem ebbe a történetbe, az az, hogy amikor a gazda, ugye a gazda Istent jelképezi, elhívta ezeket az embereket, akkor nem kérdezte meg tőlük azt, hogy kik vagytok, vagy mik vagytok, vagy hogy jó emberek vagytok-e, vagy rossz emberek vagytok-e, vagy értetek ti egyáltalán ahhoz, hogy hogyan kell a szöllőbe dolgozni? Vagy dolgoztatok már szöllőbe, csináltatok már ilyen munkát? Nagyon érdekes, hogy nem tett föl ilyen kérdéseket, hanem kiment a piacra, kiment a piac térre, kiment oda, ahol sok ember van, és elkezdte keresni az embereket. És azt mondja, hogy látott néhány férfit, akik tétlenül áldogáltak megszólította őket, és elhívta őket. És utána délbe ugyanezt megtette, és aztán délután 5 óra körül megint kiment a piasztérre, és megint találtott munkanélkül lézengőket. És megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt tétlenül egész nap. És az volt a válasz, hogy azért, mert még senki nem fogadott föl bennünket. Még senki nem adott nekünk munkát. És nagyon érdekes az, hogy, Rengeteg ember volt, gondolom, azért piactérről ír az ige a példázat, mert egy ilyen helyen nagyon sok ember fordul meg. És a gazda mégis olyan embereket keresett ebbe a tömegbe, akik azokat célozta meg, akik nem csináltak semmit, akik ott áldogáltak tétlenül, akiknek nem volt munkájuk. És így van ez, hogy Istennek szüksége van azokra az emberekre, akiknek nincsen életcéljuk. És ezeknek az embereknek nem volt. Ők nem azért nem akartak dolgozni, mert nem szerettek volna, nem azért áldogáltak ott céltalanul egész nap, mert annyira jó volt nekik, hanem azért, mert azt mondják, hogy mert senki nem fogadott föl bennünket, még senki nem adott célt a mi életünknek, senki nem bízott meg bennünk annyira, hogy fölvegyen bennünket bármilyen munkára is, pedig itt vagyunk. Itt vagyunk, ahol az emberek vannak, nem bújunk el, láthatóak vagyunk a többi ember számára. Itt vagyunk a piactéren, bárki ide jöhetne hozzánk, mi itt állunk, de senki nem fogadott föl bennünket, senki nem szólított meg bennünket, senkinek nem kellettünk. Senkinek nem vagyunk olyan megbízhatóak, vagy olyan értékesek, hogy ránk bízott volna bármit is, a legkisebb munkát is. És nekem nagyon sokat mond az, hogy... Ha az emberek nem is bíznak meg bennünk, ha az emberek le is néznek bennünket, ha annyira értéktelennek tartanak, hogy semmit nem akarnak ránk bízni, mert azt mondják, hogy az csak ilyen, vagy olyan, vagy nem megbízható, vagy ügyetlen. Isten nem tesz föl ilyen kérdéseket. Amikor oda ment ezekhez az emberekhez, egyetlen egy kérdése volt hozzájuk. Miért álltok itt egész nap úgy, hogy nincsen semmi célotok. Miért vattok itt munkanélkül? Miért álltok itt tétlenül? Miért ilyen az életetek, amilyen? Miért nem álltatok már be valahova? Azért, mert senki nem fogadott föl bennünket. Senki nem bízott meg bennünk. Senki nem akart ránk bízni semmit. Nem azért, mert ezt választottuk, hanem azért, mert ez van. És ilyen az embernek az élete, hogy nem azért olyan az élete sokszor az embereknek, mert azt választják, hanem egyszerűen, mert ez van. És ezek az emberek nem lusta emberek voltak, mert ha azok lettek volna, visszautasítják a munkát. De nem utasították vissza, hanem amikor Jézus elhívta őket, akkor ők mentek, igent mondtak az elhívásra, és mentek a szöllőbe dolgozni. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy Isten megbízik bennünk. Ezt már sokszor elmondtam, de mondom még egyszer, és nem lehet elégszer elmondani, hogy Isten megbízik bennünk. Isten nem azt nézte ezeknél az embereknél, a gazda nem azt figyelte ezeknél az embereknél, hogy milyen volt az életük. Vagy hogy mi a más embereknek a véleménye róla? Ők elmondták, az a véleményük, hogy nem kellünk senkinek. Az az embereknek a véleménye rólunk, hogy nem vagyunk alkalmasak semmire, nem fogadnak föl bennünket, itt állunk, de nem kellünk senkinek. És azt mondja, nekem kelletek, hozzám jöhettek dolgozni. Az én szőlőmbe van hely, gyertek én hozzám, és én meg fogom nektek adni azt, ami nektek jár. Megfizetlek benneteket, nem ingyen kívánom, nem kihasználni akarlak benneteket. Én megbízom bennetek. És nem tett föl kérdést, dolgoztatok már szőlőbe? Megbízható emberek vagytok egyáltalán? Jó emberek vagytok ti? Nem vagytok ti tolvajok? Vajon miért nem akar ti benneteket senki fölfogadni? Biztos, Megvan az embereknek rólatok a véleménye, ha senkinek nem kelletek. De Istennek más véleménye van az emberről. Isten látja azt, hogy amikor az ember igent mond neki, akkor ő mivé fogja formálni az embert. És igenis azért, mert Isten a saját képére, hasonlatosságára teremtette az embert, és tudja nagyon jól az Isten, hogy mi az, amit beleteremtette az emberbe. Tudja nagyon jól az Isten, hogy mire képes az ember, hogyha odafordul újra az Istenhez. Amikor ti megtértetek, vagy én megtértem, Isten nem tett föl nekünk olyan kérdéseket, hogy... Alkalmas vagy te arra, hogy kövess engem? Elég jó ember voltál idáig? Elég sok jót tettél az életedbe, hogy beszállhass az én munkámba, hogy Isten országának a része se lehess? Jó véleménnyel vannak rólad az emberek? Kipróbált ember vagy? Mert ha igen, akkor jöhet. Isten nem így jött oda hozzánk, hanem megszólított bennünket. És ő, amikor elhívott, ő tudta azt, hogy miért hív el bennünket. És megbízott bennünk. Ha mi nem is bízunk saját magunkba, mert sokszor az ember saját magába se bízik. Én nagyon sokat találkoztam azzal, hogy amikor az emberek munkát kerestek, vagy munkát keresnek, akkor egyszerűen vannak helyek, ahova nem mernek elmenni. Munkát keresni, vagy egyáltalán megkérdezni, hogy fölveszik őket, mert annyi magabiztosság nincs bennük, annyira nem becsülik saját magukat, hogy azt mondják, hogy én képes vagyok ezt a munkát megcsinálni, hanem eleve úgy állnak hozzá, hogy én erre úgyse vagyok képes. Én ehhez nem vagyok elég jó, én ehhez nem vagyok elég ügyes, úgyhogy inkább azt meg sem próbálom. Mert engem úgyse fognak fölvenni, de ha föl is vesznek, úgyis majd kirúgnak, mert nem fogom tudni csinálni azt a munkát elég jól. És sokszor az emberek így néznek magukra, hogy még saját magukba se bíznak, saját magukat se becsülik annyira, amennyire kellene. De Isten megbecsüli az embert. Istennek fontos az ember, és Isten igenis elhívja az embert. És nézzétek meg, hogy az elhívás Isten számára mennyire fontos. Kiment reggel. Ha emberileg nézzük, ha én munkaadó volnák, vagy ti munkaadók volnátok, ha nektek is lenne egy szöllőtök, ti kimennétek még az utolsó órába is munkásokat keresni? Mikor este hatig van a munkaidő, és öt órakor még kimennétek munkásokat keresni a szöllőtökbe? Nem úgy volnátok vele, hogy azt a egy órát már ledolgozzák azok, akik ott vannak, aztán kész. És különben is, ha még hozok oda embereket, még többet kell fizetnem, még több pénzembe kerül, csinálják meg azok, akik ott vannak. Nem éri meg nekem új munkásokat keresni már egy órával a munka befejezte előtt. De Istennek megéri. És ez egy kép, amit mutat az Ige, hogy Isten kezdetektől fogva hívja az embert újra és újra és újra, és még az utolsó órába is hívja az embert, hogy gyere hozzám, gyere munkálkodni az én szőlőmbe. És Isten. Nem, volt, nem lusta arra, hogy, hogy az utolsó órába is elhívja az embert. Nem azt mondja, hogy hogy az már nem éri meg, már fölösleges az utolsó órába újabb és újabb munkásokat keresni. Igenis, Isten még az utolsó órába is, akár az ember életének utolsó órájába is megszólítja az embert, mert Istennek megéri az, hogy elhívja az embert, hogy megszólítja az embert, hogy magáévá tegye az embert. És nem kérdezi azt, nem fogja azt kérdezni, hogy mennyi tapasztalatod van neked ebbe, vagy hogy jó ember voltál, vagy nem jó ember voltál. Egyetlen kérdése van az Istennek. Miért vagy még itt? Miért céltalan az életed? Miért állsz itt céltalanul, tétlenül? Miért nincs az életedbe valami, ami értelmet adna neki? És a válasz az, hogy azért, mert senki nem bízott meg bennem. Azért, mert senki nem mert rám bízni semmit. És képzeld el, hogy Isten rád meri bízni az ő szőlőjét. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez nem akármi. Mert az Isten országa az nem olyan, mint az emberi országok. Az Isten országa az nem olyan, mint az embereknek a szőlői, vagy az embereknek a dolgai. És képzeljétek el, hogy Isten annyira megbízik az emberbe, hogy képes rábízni az ő országának az építését. Annélkül, hogy megkérdezné azt, hogy ki vagy mi vagy, alkalmas vagy jó voltál, rossz voltál. Két dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy az elhívást az mindig Isten kezdeményezi. Tehát az IGE azt mondja itt, hogy a gazda ment ki keresni az embereket az ő szőlőjébe. Nem az emberek keresték, hanem a gazda ment ki. Tehát Isten keresi meg az embert, és Isten szólítja meg az embert, Isten hívja el. És mindig azokat szólította meg, akik céltalanok voltak, akik ott álltak cél nélkül, munkanélkül, akik senkinek nem kellettek, akiket senki nem hívott, akikbe senki nem bízott meg. Az ige ezt mondja, hogy Isten a semmiket választotta ki, akik a világ szerint nem nagyok, nem nemesek, nem bölcsek, nem valami értékesek. Isten ilyeneket választott ki magának, hogy a semmikkel, a valamiket majd megszégyenítse. Hogy az utolsókból, akik a világ szerint utolsók, akik a világ szemébe semmik, azokból majd elsőket csináljon, és akik a világ szemébe nagyok voltak, azok majd semmivé lesznek, és utolsók lesznek. Mert ez Istennek az igazsága, a bölcsessége, hogy senki ne tudjon Isten előtt dicsekedni. A semmikkel fogja Isten a valamiket és a valakiket megszégyeníteni, és semmivé tenni. És látjátok, ezért szólította meg azokat az embereket, akik senkinek nem kellettek. Akik ott álltak céltalanul, akikre senki nem mert rábízni semmit. Isten rámerte bízni. Az ő országának építését, az ő szöllőjének a munkáját. Rátok bízta Isten. Titeket is ugyanígy hívott el, engem is ugyanígy hívott el. Sokkal nagyobb dolgot bízott ránk Isten, mint bármi, amit ember ránk bízhat. Sokkal nagyobbat, sokkal inkább bízik bennünk Isten, mint amennyire mi bízunk magunkba, vagy amennyire emberek megbíznának bennünk. És az elhívásra igent mondtak ezek az emberek. És elmentek munkálkodni a szőlőbe. Ki hamarabb, ki később. Van, aki már reggeltől ott dolgozott, és egész napot végig dolgozta, van, aki csak egy órát. És itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit, amit megmutatott nekem az úr, amit megláttam ebbe az igébe, hogy amikor elkezdte kiosztani az úr a munkásoknak a bért, akkor ott történt valami. És először hívta azokat, akik egy órát dolgoztak, és odaadta nekik az egy dénárt, és utána jöttek sorba a többiek, és végül utoljára azok, akik már reggeltől ott dolgoztak. És azt mondja az Ige, hogy ők azt hitték, akik utoljára jöttek, azt gondolták, hogy ők majd többet fognak kapni, hogy ők más milyen bánásmódba fognak részesülni, hogy őket majd jobban fogja értékelni a szőlős gazda. És hatalmas csalódás volt számukra, hogy ez nem így van és elkezdtek zúgolódni, és elkezdtek panaszkodni. Azt mondják, hogy lehet az, hogy mi egész nap viseltük ennek a munkának a terhét, a tűző napon dolgoztunk akkor, amikor a legnehezebb volt, végig dolgoztuk az egész napot, és ugyanazt az értékelést kapjuk, ugyanazt kapjuk, mint amit ezek, akik egy órát dolgoztak. És erre azt mondja az úr, hogy mi bajod van? Miért tartasz engem igazságtalannak? Én nem vagyok veled igazságtalan. Én azt adom, amiben megegyeztük. Én megígértem neked valamit reggel, egy dénárt ígértem neked, és azt oda is adtam. És most mi bajod van azzal, ha én ugyanazt ígértem annak is, akit utoljára hívtam el? És ez egy nagyon fontos dolog. És már sokszor elmondtam, hogy Isten nem elsősorban a teljesítmény alapján értékel bennünket, hanem az ő ígéretei alapján. Tehát még egyszer, Isten nem a teljesítmény alapján jutalmaz meg bennünket, hanem az ő ígéretei alapján. És ezt nagyon-nagyon fontos megtanulni a hívőknek, mert mi mindig teljesítményorientáltak vagyunk. Mi mindig szeretünk teljesíteni és bizonyítani Istennek, és nagyon tévesen gondoljuk azt, hogy Isten majd jobban fog értékelni bennünket, mert mi többet munkálkodtunk az ő szőlőjébe, mint mások. Az ige azt mondja, hogy nem így van. Isten tett egy ígéretet, akkor, amikor elhívott bennünket. Tehát az elhívás az mindig ígérettel párosul. Elhívta ezeket az embereket, és megígérte nekik azt, hogy meg fogja őket fizetni, és előre megmondta, hogy mi lesz az ő jutalmuk. És az emberek azt mondták, hogy jó, rendben van. A baj az, hogy amíg ott dolgoztak, és amíg egész nap munkálkodtak a szőlőbe, Addig az ő teljesítményük fölfuvalkodottá tette őket. Addig az ő teljesítményük azt mondta nekik, hogy ők jobbak, mint azok, akik utoljára mentek oda dolgozni. Ők többet érdemeltek, mert nagyobb terhet hordoztak, több munkát végeztek el, és ezért ők többet érdemelnek. És elfelejtették, mintha elfelejtették volna azt, hogy mibe egyeztek meg, hogy mi volt az ígéret, amikor elhívta őket az Isten. Mi volt az ígéret, amikor elhívta őket a szőlős gazda? De Isten nem felejti el azt, hogy mit ígért. És mi ilyenek vagyunk, hogy amikor munkálkodunk Istennek a szőlőjébe, és azt gondoljuk, hogy mennyire sokat teszünk Isten országáé, és mennyire rengeteget szolgálunk, akkor, akkor mi nagyobbak vagyunk, mint a többiek. Mert mi már 30 éve szolgálunk, mi már 20 éve mi egy életen átszolgálunk, és Mennyivel több érdemünk van, mint azoknak, akik csak egy éve, vagy, vagy nem tudom, egy órája tértek meg, és még fogalmuk sincs a dolgokról, de mi, mi már végigéltünk sok mindent, végigküzdöttünk sok mindent, harcoltunk az Úrért, harcoltunk a gyülekezet építéséért, mi többet érdemlünk, de Isten nem érdem szerint jutalmaz bennünket, hanem az ő ígéretei szerint. Nézzétek meg, hogy milyen ígérettel hívott el bennünket az Isten. Hogy mik azok az ígéretek, amik ott vannak a Bibliába. Nem a teljesítményünket fogja értékelni az Isten, hanem az ő ígéreteit fogja beteljesíteni a mi életünkbe. És ezt meg kell tanulni, meg kell érteni. És itt én megint én nem arról beszélek, hogy nem kell semmit se csinálni, nehogy valaki félreértse, mert ezek az emberek munkálkodni mentek a szöllőbe. Ők munkálkodtak, tették a dolgukat az úrnak a szőlőjébe. De nem az szerint értékelte őket az Úr, hogy hány órát dolgoztak le, hogy ki viselte a napnak a terhét, hogy ki dolgozott ott a legtöbbet, vagy ki a legkevesebbet. Nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy mit ígért az Isten akkor, amikor elhívta őket. És az szerint jutalmazta meg őket. És mi, mi ilyenek vagyunk. Szeretjük magunkat túlértékelni, szeretjük magunkat magasra emelni a másik emberrel szembe. Mi volt a bajuk ezeknek az embereknek? Azt mondja, mi bajod van? Mit zúgolod? Én nem vagyok veled igazságtalan. Megkaptad, amit megígértem? Amikor elhívtalak, beleegyeztél abba, hogy egy dénárt fogsz kapni? Igen. Hát akkor itt van, fogd azt, ami a tied, és menj. És most mi bajod van? Miért nézel rá, milyen rossz tekintettel? Az a bajod, hogy igazságos vagyok. Az a bajod, hogy nadlelkű vagyok. Az a bajod, hogy ennek az utolsónak is azt akarom adni, amit az elsőnek. Az az én dolgom, hogy az enyémmel én mit csinálok. Hogy ami az enyém, azt hogyan osztom szét, és hogyan adom ígéret szerint azoknak, akiket én elhívok. Ahhoz neked semmi közöd. És erre nagyon oda kell figyelni, mert nagyon-nagyon sok szolgálat ezen, ezen csúszik félre hogy amikor mi szolgáljuk az Urat, és elkezd sikeres lenni egy szolgálat, egy nagyjá válik, sok ember tér meg, elkezdődnek ébredések, akkor ezek a szolgák hajlamosak magukévá tenni ezt az egészet, hajlamosak arra, hogy a saját dicsőségüknek tartsák az egészet. Hogy mennyit munkálkodtam, hogy rááldoztam az életemet, hogy belefektettem az időmet. Igen, ez így van. Ezek az emberek is erről beszéltek, hogy egész nap itt voltunk, rááldoztuk az időnket, az erőnket, hordoztuk a terheket. És akkor miért van ugyanúgy értékelve az, aki negyed annyi terhet se hordozott, mint én? Azért, mert Isten ígéretet tett, és az ígéretei szerint jutalmazza az embereket. A másik dolog, meg az, amit nem vesz észre az ember ilyenkor, amikor eltelik magával, hogy milyen jól csinálja a dolgokat. Semmit, semmit nem csinálhattak volna ezek az emberek abba a szőlőbe, ha a szőlős gazda nem hívja elő őket. Nem is dicsekedhettek volna azzal, hogy ők egész nap dolgoztak és viselték a napnak a terhét, és milyen sok mindent érdemeltek, ha a gazda nem hívja elő őket ha nem helyezi bele őket a szöllőbe, ha nem ad nekik munkát, ha nem becsüli meg őket, ha nem bízik meg bennük, ha nem ajándékozza meg őket a bizalmával, az elhívásával, azzal, hogy belehelyezi őket abba, ami az övé, rájuk bízza, és dolgozhatnak rajta. Mivel dicsekedhettek volna ezek az emberek? Semmivel. Ott maradtak volna a piacon munkanélkül, célnélkül, cél nélkül, minden nélkül. És erről beszél Pál Lapostól, mikor azt mondja, hogy Minek dicseked úgy, minthogyha valami is a tiéd lenne, minthogyha nem kaptál volna mindent? Ha meg úgy kaptad, akkor meg miért dicseked el úgy, mintha nem kaptad volna? Mindent úgy kaptunk. Ezek az emberek is mindent úgy kaptak a szőlős gazdától. A szőlőt, amiben munkálkodhatnak, az elhívást, a megbecsülést, a megjutalmazást. Mindent az úrtól kaptak. Egyetlen egy dolog volt, amit, amit ők adtak bele, az ő igenjük az elhívásra, az, hogy azt mondták, megyek, elmegyek, és elfogadom az ígéretet, és elfogadom az elhívást. És erre nagyon oda kell figyelni, hogy nem azért szeret bennünket az Isten, mert jól teljesítünk, vagy hogy egy órát dolgoztunk, vagy tizenkét órát dolgoztunk, vagy egy életen át dolgoztunk Istennek a szőlőjébe. Nem az a legfontosabb, nem az a lényeg, nem ez a lényeg hanem az, hogy Isten megígért valamit, és Isten az ő ígéretei alapján fogja odaadni azt, amire elhívott bennünket. És nem kell versenyezni azon, hogy kiteljesít többet. És a alapvető hiba, amit ugyanezek az emberek elkövettek, amiért ide jutottak tulajdonképpen ebbe a zúgolódásba, ebbe a lázadásba az Úr ellen, az az volt, hogy egymást figyelték. Egymásnak a teljesítményét figyelték. Azt figyelték, hogy ki mennyit dolgozott, ki mennyi terhet viselt, és elkezdtek versengeni. Hát ez versengés volt. Egymáshoz hasonlították magukat, hogy ki a jobb, kinek van nagyobb teljesítménye, ki a jobb keresztény, ki visel több terhet. És amikor azt látták, hogy az Isten igazsága nem olyan, mint az ő igazságuk, akkor az fölháborította őket. Mikor azt látták, hogy Isten hűséges, és az ő ígéreteihez hűséges, nem pedig ahhoz, amit mi teljesítünk, akkor ez fölidegesítette őket. Lázadásba hozta, és zúgolódásba, és panaszkodásba, hogy miért vagy ilyen? Mi többet érdemlünk. Mi jobbak vagyunk, mint azok a másik hívők. Mi, én jobb vagyok, mint a testvér. Mert sokkal többet szolgálok neked, sokkal többet munkálkodtam, akkor őt miért szereted úgy mindengem? Velem nem különbül kellene bánnod. És Isten nem ilyen, és azt mondja, azért nézel rám ilyen rossz szemekkel, mert én jó vagyok. Azért nézel rám így, mert én igazságos vagyok, mert én nem azért szeretem az egyiket vagy a másikat, mert reggeltől estig dolgozik, vagy csak egy órát dolgozik, hanem azért, mert ember azért, mert én hívtam el, azért, mert megbíztam benne, és mindenkinek ugyanazt a jutalmat akarom adni. És ezért vigyázzatok ezzel. Soha ne esetek bele ebbe a hibába, hogy versengetek. Soha ne esetek bele abba a hibába, hogy a másiknak a teljesítményét nézitek. Soha ne hasonlítsátok se a szolgálatotokat, se az egész életeteket a másik hívőnek az életéhez. Egy dologra figyeljetek oda, arra, amire Isten elhívott benneteket, és arra, amit nektek Isten megígért. Mert nem lesz jobb nektek azzal, hogy a másikat fogjátok figyelgetni, mert az csak lázadáshoz vezet, a zúgolódáshoz vezet, versengéshez vezet. És erről Pálapostól azt írja, hogy ez gyerekes gondolkozás, ez azokra jellemző, akik szellembe kiskorúak, akik testi módon gondolkodnak mert egyáltalán nem számít azt mondja a Pál, hogy hogy ki mit csinál, hogy kiültette el a magot, kiöntözte, egyetlen egy valaki számít az Isten, aki a növekedést adja, ő a minden. Ő adott mindent, ő adta a magot, ő adta az elhívást, ő adta a szöllőt, mindent ő adott. Mindent. Ha valamit mi tenni tudunk, az Istennek a szőlőjébe az azért van, mert Isten úgy akarta, mert Isten alkalmassá tett, mert Isten megbízott bennünk, és Isten megengedte, hogy azt tegyük. Mert nem kellettünk senkinek, nem kellettünk ennek a világnak. Nem volt célja az életünknek, de Isten adott célt. Isten adott békességet, Isten adott elhívást. És amit megígért Isten, az be fogja teljesíteni. És számomra a legfontosabb ebből az, ha más nem is fogtok megjegyezni, de azt az egyet jegyezzétek meg, hogy Isten nem a teljesítményetek alapján fog értékelni vagy megjutalmazni benneteket, hanem az ő ígéretei alapján. Amen. Mennyi atyánk, Jézus nevébe hálát adunk neked, és megköszönjük neked, Úr Jézus, hogy te nem olyan vagy, mint mi. Mi egymást nézzük, egymással versenyezünk, Jobbnak tartjuk magunkat, többnek tartjuk magunkat, de te más vagy. Neked más a mércéd, más a te igazságod, te megígértél valamit, és azt oda fogod adni mindazoknak, akik neked igent mondtak. És köszönjük, hogy nem azért szerez bennünket, mert mi jobbak vagyunk másoknál, vagy jobban csináljuk a dolgokat. És nincs nagyobb elhívás vagy kisebb elhívás csak az emberek szemébe. A te szemedbe mindenki ugyanazt az ígéretet kapta, ugyanazt a jutalmat, ugyanúgy szereted, és neked megéri még az utolsó órába is kimenni az utolsókért, mert fontos neked az ember, fontos az, hogy senki ne maradjon céltalanul, senkinek az élete, ne maradjon céltalanul üresen, hanem azokat hívod akik ott állnak egyedül, akikbe már senki nem bízik, akiket senki nem fogad föl, te azokat fölfogadod, azokban megbízol és rábízod. A te drága szöllődet, és köszönjük Úr Jézus, hogy mi is ilyen emberek vagyunk, akik itt vagyunk, és tudom, hogy még sokan vannak kint, akik ilyenek, és te ki fogsz értük menni, akár az utolsó órába is, mert számodra fontosak, és... Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te ilyen vagy, nem olyan, mint mi, és ez a jó nekünk, hogy Te más vagy, mint mi. Hogy a Te szereteted nem változik, a Te hűséged nem változik, a Te ígéreteid nem változnak, és Te ahhoz vagy hűséges, nem a mi gondolkozásunkhoz, versengésünkhöz, vagy fölfúvalkodottságunkhoz, hanem a Te ígéreteidhez is. Ezt köszönjük neked, Úr Jézus. Amen.